Szeretettel köszöntök mindenkit, Vásárhelyi Virág vagyok, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ munkatársa, és a támogató videósorozatunk 7. részével jelentkezem, amelynek címe az online kontaktóra és otthoni munka, mint a tanulás szervezés lehetséges formája. Rendhagyó módon továbbra is megkapcsolódva a projekt módszerhez, az előadásban egy kicsit kitekintünk a krízis helyzet előtti oktatás szervezésre és tanulás szervezésre, és a digitális munkarend során megvalósuló tanulás szervezés formáira, és a kettő nagy vonalakban történő összehasonlítása révén szeretnék egy kicsit arról gondolkodni, vagy egy gondolatindító előadást tartani, hogy hogyan érdemes a projektmódszerre gondolni, hogyan érdemes ezt akár mindkét munkarendben megvalósítani. Nézzük akkor a munkarendeknek a nagyon általában nagyon-nagyon nagy vonalakban történő összehasonlítását. Itt most megszokott, idézőjelben megszokott munkarendként fogok beszélni a krízis helyzet előtti jelenléti oktatásról, a digitális munkarendről, illetve a projekt alapú oktatásról. Nézzük először, hogy hogyan és mi szervezte az iskolai életet korábban. Nyilván a tanítás kezdete az többnyire reggel 8 óra, vagy akár korábban, ha 0. órája volt valakinek. Az órarend szervezte a tanárok és a diákok életét, többnyire 45 perces órákat tartottunk, és 10-15 perces szünetekkel. Természetesen szakkörök, foglalkozások délután is szervezték a diákok életét, és szeretnék kiemelni egy nagyon fontos szempontot, amely a Digitális Témahét 2020 programjának keretében lezajlott tapasztalat megosztó webináriumokon nagyon sokszor előkerült, mégpedig a személyességnek a kérdése, amelyről egyértelműen minden résztvevő azt jelezte vissza, hogy a személyesség pótolhatatlan a tanulási és tanulási folyamat során, tehát a jelen előadás is erre való figyelemmel próbál meg a projekt alapú oktatásról is egy kicsit gondolkodni. A digitális munkarendnél alapvetően nagyobb rugalmasságot igényelt a tanulás szervezés, és az együttműködés is sokkal szükségesebbé vált, mint korábban, hiszen pontosan a jelenléti találkozások hiányából adódóan az egymásra figyelés nagyon fontos értékké vált, és a tanulás szervezés komoly kihívások elé állította mind a tanárokat, mind a diákokat. Alapvetően a visszajelzésekből is, és ha végig gondoljuk a megvalósítás lehetőségeit, egyértelmű, hogy a 45 perces órák azok a digitális munkarend során nem feltétlenül tarthatóak, rövidebbek lehetnek, és rugalmasabban kellett szervezni, mint korábban, hiszen gondoljunk bele, hogy akár egy napi 8 órát, 10-15 percenként 8-45 percet tölteni a képernyő előtt nagyon megterhelő minden résztvevő számára, tanárnak és diáknak egyaránt. Éppen ezért az önálló tudásépítésre, tehát az otthoni munkára nagyobb hangsúly kerülhetett, és a szünetek ezáltal egészen másképp alakultak, és hát kiemelném a személyesség hiányát, amely nyilvánvalóan egy nehezített kiindulási pontot adott a résztvevők számára, a tanulás résztvevői számára. De nézzük meg, hogy a projekt alapú oktatás miért és hogyan illeszkedik bele akár mindkét munkarendbe. Ugye a megszokott iskolai munkarendben már nagyon sok iskola alkalmazza a projektmódszert, akár néhány nap erejéig is, 2-3 napos keretekben is, de vannak iskolák, ahol ez már hosszabb távon rendszeresen is megvalósul. Sok esetben előfordult iskolákban, hogy ez a fajta szemlélet, tehát az otthoni munkák, az önálló munka és a tanár támogató jelenléte megmaradt a digitális munkarendben is. Mint láthattuk, a
az átszervezésből adódó kényszer is ezt a formát támogatta, hiszen szintén egy rugalmasabb keretről, tanulásszervezési keretről beszélünk. Fontos szempontja a projektnek, hogy a tantárgyakat ugye összekapcsolhatjuk benne, erről szó volt már a multidisziplináris szemléletről szóló előadásban is. Így aztán lehetőségünk van arra, hogy az órarendi online kontaktórákat is másképp szervezzük, akár tanárpárok együttműködése révén. Én azt gondolom tehát, hogy a személyesség fontosságának figyelembe vételével együtt is, hogy a projekt alapú oktatás mind a megszokott, tehát a jelenléti, mind a digitális munkarendre való átállást követően egy nagyon hatékony tanulásszervezési forma lehet. Nézzük meg, hogy mik azok az elemek, amelyek a tanulás szervezést a projektmódszer szempontjából távtanulás során támogatták, kicsit mélyebben. Úgy most a szerepek felől fogom megközelíteni a kérdést, először a diákokra fókuszálva. Ugye a diákoknak a munkájára való felkészüléskor egyértelműen az önálló tudásépítés kerül előtérbe, amely akár ugye otthon vagy tanórán, hogyha arról van szó, hogy jelenléti oktatásban dolgozunk, lehetséges, de egy nagyon izgalmas formája lehet a kifordított osztályterem módszere, ahol az otthoni önálló munkában, amelyet lehet egyéni, páros vagy csoportos munkaformában is szervezni, inkább a kutatás, az elemzés, az önálló készségfejlesztésen van a hangsúly, míg a találkozások alkalmával már a tanárnak a facilitáló, a támogató szerepe kerül előtérbe. Itt látható tehát a tanári szerepkör szempontjából való vizsgálata a projektmódszernek, ahol azt látjuk, hogy teljesen mindegy, hogy tanórán találkozunk, tehát a hagyományos munkarendben vagy a digitális munkarendben, és egy online kontaktórán találkozunk a diákjainkkal. Elsősorban a ráhangoló problémafelvető és a bemutató szakaszában a projektnek fontos, hogy jelen legyünk, és egy értékelő, támogató attitűddel visszajelezzünk a diákok önálló addig lezajlott munkájára, illetve természetesen amennyiben új ismeretek átadására van szükség, akkor természetesen az online kontaktórák, a jelenléti találkozások elengedhetetlenek. Nézzük még meg azt is, hogy miben nagyon hasonló, és mi az, ami nagyon alapvetően úgy hasonlóan működik egy online kontaktóra és egy jelenléti óra között, és mi az, amiben eltérhet ettől az online kontaktóra szervezése, és aztán szépen lassan áttérek majd azokra az ajánlásokra, amelyeket a távtanulás során szeretnénk javasolni ahhoz, hogy hatékonyabban tartsuk az óráinkat meg. Tehát az, hogy a tanulócsoport igényeihez, céljaihoz kapcsolódjon a tanulás tervezése, a folyamat tervezése, ez változatlan marad, ez nem változhat meg a digitális munkarendre való átállás során sem, ahogy az sem, hogy egyértelmű feladat leírásokkal, egyértelmű visszajelzésekkel dolgozzunk, szabályokkal, a diákokkal, illetve az sem, hogy differenciáltan adjunk ki tevékenységeket. Ezzel szemben viszont, ahogy erről már volt szó korábban, az órakeretek megváltozhatnak például az időtartam tekintetében, hiszen nem feltétlenül kell egy 45 perces online kontaktórát tartanunk becsöngetéstől kicsöngetésig, sőt, érdemes ezeket inkább rövidebb szakaszokban megvalósítani, és nem folyamatosan 10 percenként létrejött találkozások alkalmával. És egy nagyon különleges és fontos pontja az online kontaktóra szervezésének az adatvédelem és a személyiségi jogok védelme, amelyhez a digitális gyermekvédelmi stratégia számtalan támogatást adott többek között a Digitális Témahét 2020 webinárium sorozatának
néhány részében Timár Borbála rengeteg ajánlást és lehetőséget mutatott a pedagógusok számára, hogy hogyan érdemes a digitális eszközökkel biztonságosan és hatékonyan dolgozni a digitális munkarendre való átállás során. Ezen kívül az egy platform az, ami már rögtön a munkarendre való átállás első hetében hangsúlyossá vált. Ezt támogatták ugye az elemes rendszerek, virtuális tanulási környezetek bemutatásáról szóló webináriumaink is, amelyek lehetővé teszik, hogy a tanulók és a tanárok szorosan együtt tudjanak működni. A most következő dián csak ajánlásokat fogalmazunk meg, természetesen annak tudatában, hogy a digitális eszközöknek a biztosítása az esélyegyenlőség jegyében kell, hogy történjen, és ezek az ajánlások nem lehetnek elvárások, inkább csak arra szeretnénk rámutatni, hogy mik azok az eszközök, amelyekre a jövőben a pedagógusoknak, diákoknak mindenképpen szüksége lehet. Tehát a diákok számára a számítógép, laptop, tablet, telefon, itt fontos, hogy a telefon egy korlátozott részvételt biztosíthatott csak a digitális munkarendre való átálláskor. A mikrofon, kamera és a fülhallgató az, amely nagyon fontos eszköze lehet. A tanároknál ugyanígy ezek az eszközök alapvetőek, és néhány ajánlást mondanék még, például a dokumentum kamerára, vagy whiteboard, a digitális writing pad, illetve amennyiben lehetőség adódik a két monitor használatára, ez is nagyban segítheti a pedagógus munkáját, például amikor egy gyors kérdőív kitöltéskor szeretné párhuzamosan már az eredményeket is látni a tanár, akkor erre a megosztott képernyő kiválóan alkalmas. A dokumentum kamerával ugye lehetőséget tudunk adni arra, hogy a diákoknak akár kísérleteket tudjunk egy időben megmutatni. A whiteboard egy lehetséges tanári táblaként működik. A digitális writing pad pedig lehetőséget ad arra, hogy kézírással gyorsan, hatékonyan tudjuk a tanári magyarázatokat az óra során rögzíteni. Nagyon fontos az, hogy az online kontaktórán törekedjünk arra, hogy minden közös jegyzetről, megosztott közös jegyzetről biztonsági mentést készítsünk, és akár rögzítsük az órákat, amelyek aztán nyilvánvalóan adatvédelmi szempontból nem nyilvánosak, de a tanárok és a tanár és a diák számára viszont nagyon fontos támogatást nyújthatnak, hiszen visszanézhető marad például egy tanári magyarázat, amennyiben nem egy önálló tanári előadást vettünk fel. A tervezés és előkészítés kapcsán nézzük meg, hogy milyen szempontok azok, amelyek segíthetik az online kontaktóra szervezését. Egyrészt nagyon fontos, hogy amennyiben már megállapodás született, tartsuk azt, hogy a megadott időben, megadott helyen és időkeretben találkozzunk a diákokkal. Gondoljuk át, hogy ki, mikor, milyen tevékenységet fog végezni, egyéni, csoportos munka lesz-e, tanári előadás, mindenki szükséges-e, vagy elegendő kisebb csoportokban dolgozni, egyéni fejlesztést biztosítani a diákok számára. Ez például a számonkérés kapcsán egy nagyon fontos szempont lehet, hogy a feleltetéseket nem feltétlenül egy teljes csoport előtt egy 45 perces online kontaktórában érdemes megszervezni, hanem kisebb konzultációs keretekben. Rövid, változatos tevékenységekben érdemes gondolkodni, videóelőadásokban, izgalmas képekben, hanganyagokban, rövid, számos olyan alkalmazás létezik, amely rövid és gyors szavazásokat, poolokra ad lehetőséget a diákjainkkal. Tervezzük meg előre, hogy a szüneteket mikor tartjuk, és ehhez mérten pontosan, alaposan és egyszerűen tervezzük meg a tevékenységeket, adjuk ki az instrukciókat. És nagyon fontos szempont, hogy legyen egy B-terv, amely például a technikai háttér működésével kapcsolatos, ne kerüljünk váratlan helyzetekbe.
Az előkészítés kapcsán érdemes abban gondolkodni, hogy már előre elkészüljenek azok a dokumentumok, megosztásra készek legyenek, amelyekkel az órán dolgozni fogunk. Lépjünk be előre minden olyan felületre, amelyet alkalmazni fogunk. A technikai hátteret ellenőrizzük a kezdés előtt, és amennyiben bizonytalan a sávszélességünk, akkor érdemes például előre letöltött anyagokkal gondolkodnunk. Akkor, amikor egy online órát elindítunk, akkor nagyon fontos az, hogy, ahogy már említettem, a tálcán minden segédanyag meg legyen nyitva, az órát amennyiben lehetséges rögzítsük a használt alkalmazás segítségével, illetve legyen egy olyan jegyzetfüzet, egy olyan felület, például a OneNote osztály jegyzetfüzet kiválóan alkalmas, amelyen közösen tudunk a diákokkal gondolkodni, dolgozni. Ezeket mindig szinkronizáljuk, és készítsünk másolatokat az anyagainkról. Az online kontaktóra megtartásához továbbá nagyon fontos, hogy az órakezdés során igyekezünk minél inkább motiválni, felhívni a diákjaink figyelmét az órával kapcsolatos anyagokra. Tehát a nyitókör ugyanígy egy fontos módja az óranyitásnak, a digitális munkarendre való átálláskor is. Természetesen a formája itt nem egy körben ülő, személyes jelenléttel mélyítő forma, hanem akár egy linoit falon történő, beköszönő, hogy vagy most kártyáknak a megosztásával is történhet. Tehát kapjunk arról visszajelzést, hogy hogy vannak a diákok, mi hogy vagyunk, egy közös pontról tudjuk az órát indítani, illetve valamilyen figyelemfelkeltő kép, videó vagy alkalmazás segítségével bevonjuk a diákjainkat az órába. Ehhez majd szeretnénk még további támogatást adni egy másik videóban. A kommunikációval kapcsolatban nagyon fontos, hogy lassabban kell beszélnünk, és követhetőek kell, hogy legyünk az óra során. Nagy segítségünkre lehetnek a gyors szavazást támogató, gyors visszajelzést adó alkalmazások, mint Mentimeter vagy Szókratív, amelyeket nem csak tesztek számon kérő célú használatára lehet alkalmazni, hanem sokkal inkább egy figyelem fenntartására való eszköz lehet. Figyeljünk a szünetekre, a csetet használhatjuk, természetesen a kommunikációnak legyenek előre lefektetett szabályai, például nagyon figyeljünk arra, hogy ne vágjunk egymás szavába, hiszen ez káoszhoz vezethet. Itt például fontos, hogy lehalkított mikrofonnal lépjünk be, az is érdekes lehet, hogy a kamerát mikor és hogyan használják a diákok. Az, hogy egymásnak a reakcióira tisztelettel és odafigyelve reagáljunk, tehát ne legyenek minősítő kommunikációs elemek sem a chatben, sem óratartás közben. Tehát legyen egy netikettje az óránknak, és természetesen a biztonság kiemelten fontos, amelyet az egy platform, oktatási platform használata nagyban támogat. A motiváció kapcsán már említettem az alkalmazásokat, de visszakapcsolnék a differenciálásról szóló előadásban elhangzottakhoz is. Nagyban segítheti a munkát, főleg akkor, hogyha egyéni és kiscsoportos óraszervezésben gondolkodunk, tehát nem mindig találkozunk, tehát amennyiben szükséges természetesen igen, de ha nem, akkor gondolkodhatunk kisebb csoportos online találkozókban, ahol a differenciálásnak is nagyobb teret tudunk adni. Rövid és változatos tevékenységeket szervezzünk, ilyenek a gyors visszajelzést adó alkalmazások. Az értékelésnél a diagnosztikus értékelés az óra elején nagyon fontos lehet, illetve bármilyen, nyilván nem csak a diákok hangulatára, hanem az új anyag leadásakor az előzetes tudás felmérése kapcsán is. De nagyon-nagyon fontos szempont lesz, hogy a fejlesztő formatív értékelés kerül előtérbe.
Ennek egyik nagyon egyszerű lehetősége és nagyon erős támogató eleme az űrlapok kérdőívek lehetősége a digitális eszközök között, amelyeknek az eredményeit akár óra végén közösen is megnézhetjük, és egy rövid beszélgetést is kezdeményezhetünk, amely már az óra reflektív szakasza lehet. De ilyen lehet a 3-2-1 módszer, vagy a chat-en-chat szobákban kisebb csoportban történő beszélgetések, szervezett beszélgetések is. Végül nézzünk meg néhány olyan eszközt, amelyek az online óratartásunkat nagyban segítik, illetve a diákokkal való együttműködés során a megosztott és elérhető dokumentumokat biztosíthatják. Ilyen például a Wakelet, amely egy olyan alkalmazás, amely lehetőséget biztosít arra, hogy nagyon izgalmas, színes módon összegyűjtsünk egy-egy órához egy-egy anyagot. Itt például most egy olyan gyűjteményt fogok csak megmutatni, ahol a digitális témahét 2020 keretében kiadott projektötletekhez kapcsolódóan elkészítettünk minden projekthez egy link gyűjteményt, amelyet a diákok használhatnak a tevékenységek során. Tehát itt képet, videót, szövegeket tudunk bekapcsolni egy-egy gyűjteménybe. Tehát abszolút jó lehetőség arra, hogy egy órát izgalmasan előkészítsünk. A Symbaloo szintén egy ilyen lehetőség, ugye a Symbaloo Learning Pass lehetőségeit a differenciálásnál néztük meg az egyéni tanulási ösvények készítésekor. Ez egy másik funkciója, ahol ugye a legfontosabb számunkra gyakran használt linkeket tudjuk összegyűjteni, vagy akár a PearlTrees nevű alkalmazás, amely szintén ezeket a funkciókat tudja. És végül szeretném megköszönni a figyelmüket, és amennyiben felkeltette az érdeklődésüket a videó, akkor ajánlom a következő részünket, amelyben már az online kontaktóra interaktív digitális eszközeivel fogunk foglalkozni. Kellemes délutánt, viszontlátásra!